Na, sziasztok, penceristák! Már nagyon régen volt, nem tudom, tényleg nagyon régen vlogoltunk utoljára. Most itt vagyok külső Alason, és most körülbelül ingyenesre elbírtam jutni. Hát már megyébe illetve régen, hogy azt megvettem, mert szerintem egy hónap, és akkor én már megyébe illetve elutaztam ide. Én most nem akarok... Kerékem az Idó János halva vásárlás állomás, akkor nem baj állomásra. Indul a 37 percre a B-vágányról. Jaj, jó. Hol a baj állomás, hogy minden állomáson is megáll, vagy megáll. Most mondták be, 37-kor indul a vonatom. Csak... Vonatpótó autóbusz indul Kiskunhalas állomásra, 8 óra 33 perc, közgyűlés vonatpótó autóbusz megállom volt. Amúgy majd visszafelé, majd lesz egy kis időm, akkor majd megnézem, lesz majd ezt a ideiglenes buszállót. Ugye az baj, nem hosszú, hogy a powerbanket is ugye nagyon vigyázzuk az akkumulátorra, mert most, hogyha merül, akkor vonat ilyen kéne vennem azt meg, arra még nem akarok pénzt erre költeni. És most kicsit baj, a vasútállomás beszélgetésükről zárjuk ezt a videót, úgyhogy nem tudok a videó a telefon töltöttsége miatt nagy videót csinálsz. Ismerős nektek ez a helyiség, ugye? Itt vagyok megint Baján. Utoljára tavaly szeptemberben jártunk Baján Szabival, hogy kicsit más volt eljött, akkor még nem is voltak bármelyik, vagy nem is volt bármilyen is ország vélet. Úgyhogy igazából és így van minden, szerintem majd, hogyha visszafogom, hogyha belefér, nem tudom, akkor majd lehet, mert lesz, hogy bemegyek a váróterem, és kis beszélgetés lesz, hogy mik lesznek, és akkor majd a váróterem lezárom a videót, mert most Baján nem tudok nincs itt sokat itt videózni egyébként itt, úgyhogy ilyen röpke két órát eltöltök, és majd a váróterembe, ahol megtudom, ez kis beszélgetés. Na. Kis beszélgetés lesz, úgyhogy most így csendesebb környezetben hagyjuk, és akkor itt igazából ez én lezárnám a videót, mert csak itt igazából csak nézelődni akartam itt meg kicsit itt lekikapcsolni, megnyugodni, úgyhogy gyakorlatilag azért jöttem ide Bajára, ahogy én csak na, ezt már elmondtam. Következő utazási tervem az például novemberben például Szódmezővásárhelyre fogok ellátogatni, akkor már ugye nyilván országméletem lesz, akkor most ugye most jelenleg Vármegyében. Úgyhogy például, és akkor Szódmezővásárhelyre fogok ellátogatni, és akkor meg be fogom boltani ezt a tavaly augusztusban elmaradt tramtrédezést. Úgyhogy meg jó, igazából egyet akartam volna ebben a videóban, a kis rövid utazós videóban, hogy hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Iratkozzatok fel a csatornámra, úgyhogy a rendszeristák, majd találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!